Korábban is voltak tapasztalataim Mesterelme, azaz Mastermind csoportokkal. Más típusú gondolkodásmódú trénerek, cégvezetők vezetése alkalmával. Ugyanakkor én azt láttam, hogy itt a bizalmi körön belül ennek egy hihetetlen jó felépítés struktúrája van. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki ugyanúgy értéknek tekintse ezt a találkozót. Ez alatt azt értem, hogy ha már eljönnek és együtt töltenek ugye amúgy is elfoglalt vállalkozók időt, akkor tényleg abból a találkozóból a lehető legtöbbet vegye ő ki. Erre igyekszem odafigyelni, hogy mindenkinek a saját témájára ugyanannyi idő, energia jusson. Ugye erre nagy segítségünk van, ugye a know-how is, ugye, amit a bizalmi körben kapunk, és tényleg arra figyelek, hogy nyilván vannak ugye olyan személyek, akik nem annyira beszédesek, kicsit csendesebb, halkabb típusú emberek, meg vannak, akik ugye aztán tényleg kitöltenék akár a teljes 3 órát. Én nekem vezetőként ugye az a fontos, hogy mindenkire ugyanannyi idő jusson, és mindenkinek a témája ugyanúgy fel legyen dolgozva, hiszen akkor érzi azt, hogy elmentem, kaptam valamit, épültem a mai napon. Olyan emberek közegében lehetek, akik a saját területükön sikeres vállalkozók. Hiszen, hogyha csak abba belegondolunk, hogy 6-7 üzletembernek a gondolkodásmódját megismerhetjük vezetőként, ráláthatunk arra, hogy ők a hétköznapjaikban milyen kihívásokkal küzdenek, az minket is épít vezetőként. Tehát rengeteget profitálunk belőle, nagyon sokat tanulok én is tőlük, de ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy egy olyan értékrendben azonos emberi közegben tudok lenni, közösségben, ami által én is többé tudok válni. Emberileg ugye inkább a kapcsolatok, tehát az, hogy én tényleg más embereket megismerek kicsit jobban, ők is megismernek engem, és ugye tudunk így egymásnak az életére hatással lenni. Ez az emberi oldal. A szakmai oldal pedig, hát nyilván nincsen benne semmi titok, hogy mi is épülünk általuk, hiszen nagyon sokszor azok a válaszok, vagy azok a kihívások, amiket hoz egy-egy vezető egy ilyen találkozóra, az adott esetben lehet, hogy éppen nekem is a saját cégemben ugyanúgy egy kérdés, és nyilvánvalóan akkor én is egy csomó mindent föl tudok kérni magamnak, és szakmailag én is fejlődök. Én azt látom, hogy nagyon tudatosan a bizalmi körbe ugye összeválogatnak embereket. Összeválogatnak olyan mesterelme csoportokat, akik ténylegesen egymás épülését szolgálhatják. És ez nem csak a szakmai oldalról megközelítve, hanem azt látom, hogy egy idő után hogy elkezdenek összecsiszolódni ezek az emberek, és olyan szinten magánemberként is elkezdenek kötődni egymáshoz pozitív értelemben, hogy azt látom, hogy az értékrendben, mivel azonosak vagyunk, így nagyon-nagyon jó témákat tudunk bedobni, amire mondjuk bedobja az egyik témát, a másik meg úgy reagál, hogy de jó, ez eszembe se jutott, de őt is foglalkoztatja. Nekem vezetőként, ami a legfontosabb, hogy a fókuszukra nagyon-nagyon figyeljek, hogy ne engedjem azt, hogy valakinek az ideje csorbuljon, ugyanannyi idő jusson mindenkire.